Tisztelt hallgatóság, üdvözlöm Önöket a Kós Károly Akadémia mai ma sorra kerülő előadásán. Örülök, hogy ilyen nagy számban összegyűltünk egyben. Szeretném üdvözölni körünkben Szakály Sándor történészt, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatóját, és illetve szeretném megköszönni, mert elfogadta a meghívásukat. Akik nyomon követik az akadémiának az előadás sorozatát, azok tudják, hogy az idei évnek a mottója a magyar történelem nagy csatái. Ezúttal a Szakály Sándor történész úr segítségével a II. Világháborúról fogunk elkolózolni, valamint tudjuk, hogy nem egy nagy csatáról lesz szó, mivel a világháború már hadműveletek egész sorozatából fog összeállni, és az ő előadásának a címe a Magyar Honvédség a II. Világháborúban, úgyhogy felkérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és néha azt szoktam mondani egy ilyen előadás kapcsán, amikor ilyen címe van az előadásnak, hogy egész rövidre is zárhatnánk a dolgot, mert fölidézek egy egyetemista koromban hallott történet az egyik professzorunktól, aki valamikor az ő professzorának az előadásán szembesült ezzel a dologgal. Magyarország II. Világháború szereplésére mintegy másfél óra jutott az egyetemi előadások sorában. És amikor közeledett az óra vége, akkor csapataink még diadalmasan nyomultak előre Ukrajna mezein 1941, vagy Sztyeppén 41 júliusában, amikor az ott lévő tanársegéd figyelmeztette a professzort, hogy lassan lejár az idő, mire ő az előadást nagyon gyorsan befejezte, és azt mondta a hallgatóságnak, tisztelt kolléginák, tisztelt kollégák, ezt a háborút sem nyertük meg. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel az előadást végül is ugye befejezhetnénk, vagy lezárhatnánk, és el se kellene kezdeni. De én azt gondolom, hogy nem az az elvárás tőlem, hogy ezzel elkezdjem és lezárjam, hanem próbáljak képet adni arról, hogy miként is vett részt Magyarország, és azon belül pontosabban annak a hadereje a Magyar Királyi Honvédség a II. Világháborúba. Azt szoktuk mondani előadások során, lett legyen ez egy egyetemi előadás, vagy egy másik, hogy Magyarország II. Világháborús szereplését, illetve a honvédség tevékenységét nem lehet megérteni, de szerintem a 20. századi magyar történelmet sem anélkül, ha nem utalunk és nem lépünk vissza egy kiinduló pontra, ami nem más, mint a trianoni békediktátum. 1920. június 4-e, amely az én meglátásom szerint meghatározta a magyarság és a magyar nemzet egész 20. század és napjaink tartó sorsát, és azt is megelőlegezte, hogy adott esetben mit tenne vagy mit fog tenni Magyarország egy későbbi háborúba, hiszen nagyon sokan úgy vélekedtek, hogy a versailles-i békerendszer nem volt más, mint egy új háború alapjainak a lerakása. Nem tudom, hogy pontos-e az idézet, amit mondok, állítólag egy francia történész azt mondta volna, hogy Hitler Versailles-ban született. Én azt gondolom, hogy ebben, ha mondta, ha nem mondta, sok igazság mérhető föl. Mert a Magyar Honvédség, amely ezt a nevet 1922. január 4-től viselte, milyen lehetőségeket kapott ebbe a békediktátumba vagy Magyarország? A békediktátum szerint 35 ezer főt lehetett fegyverben tartani. Ez a 35 ezer fő önkéntes alapon léphetett be a honvédségbe. Közülük egy huszada lehetett a létszámnak hivatásos tiszt, 1750 fő. Egy tizenötede hivatásos altiszt, 2333 és egy töredék, aztán vagy 33 vagy 34, ezt már el lehet akkor dönteni. És megtiltották a nehéz fegyverzetet, gyakorlatilag megszabták a lövegek számát, űrméretét, nem engedélyezték a már létező repülőgépeket, nem engedélyezték a harckocsikat, minden 1000 fő után lehetett 1150 puskát rendszeresíteni, mert a katona tönkreteheti, meg nem árt, ha van valami tartalék. De azt is hozzá kell tenni, hogy az ország helyzete az 1920-as évek végéig, az 1930-as évek elejéig még arra sem volt elegendő, hogy az engedélyezett létszámot fegyverben tartsák. A másik pedig az önkéntesség elve, amit lehet szép, hiszen sokan szeretik és választják a katonai hivatást vagy a katonai szolgálatot, de azt jelentette, hogy miután 12 esztendőre kellett aláírni a szolgálatot, hogy amíg a 12 esztendőre aláírtak közül valaki ki nem vált a szolgálatból, új katona nem léphetett be. Tehát gyakorlatilag, ha veszünk egy abszurd helyzetet, 1922 mondjuk és 1934 között, ha mindenki letölti a 12 esztendejét, nincs kiképzett katonája Magyarországnak. Ez egy, hogy így mondjam önöknek, egy tragikus dolog. Hozzá kell tenni, hogy arra, hogy milyen lehetőségekkel bírjon az ország, még arra is odafigyeltek a győztesek, hogy létrehoztak egy szövetségközi katonai ellenőrző bizottságot, amelyik 1927. március 31-ig működött Magyarországon. A nagyhatalmak és a szomszédos államok, az úgynevezett kisantant államok, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia képviselői vettek részt ebben, amely bizottság Magyarországon a Magyar Honvédség laktanyáit, a Honvédelmi Minisztériumot, a kiképzőhelyeket, a lőtereket ellenőrizhette bejelentés után. Tehát bejelentették kedden délután, hogy holnap 10 órakor a győri laktanyát szeretnék megnézni,
És Győrben nagy pánik volt, hogy vajon két katonával nincs-e több, mint amit engedélyeztek, vagy ott van, és vajon nincs-e elrejtve néhány olyan fegyver, amit nem lenne célszerű, ha megtalálnának. Mert ugye jött az az ötlet, hogy a fegyvereket meg kellene valahol tartani, föntartani, és akkor, ahogy mondani szokták, áldozatkész személyeket elsősorban a paraszti lakossághoz fordultak olyan kérelmekkel, hogy szétszedett repülőgépet egy tanyán rejtettek el mondjuk a szérűbe. Hát el tudják képzelni, hogy 5 év múlva össze akarták rakni, és a tyúk már néhányszor kikeltette a tojásokat a repülőgépnek a törzsébe, hogy milyen állapotban lehetett az, vagy adott esetben milyen az a fegyver, amelyeket 5 évet egy géppuskát mondjuk szintén valahogy így rejtegetnek. Magyarország tehát ilyen helyzetből indul el, és egy dolog viszont az egész országban természetes volt, vagy a magyarság körében, nevezetesen az, hogy függetlenül a társadalmi állástól, a politikai nézetektől, a felekezeti hovatartozástól a magyar társadalomban egységes volt, hogy a revízió alaptétel és célkitűzés az elveszített területek visszaszerzése. Az elveszített területek visszaszerzésre ugye két lehetőség van, vagy nemzetközi úton, módon, valamilyen formában, különböző tanácskozásokon, megállapodásokon, vagy fegyveres erővel. Magyarország hadereje alkalmatlan volt arra, hogy fegyveresen lépjen föl a szomszédos államokkal szemben, hiszen egyrészt Magyarországnak nem voltak igazi partnerei, 27-ben lesz először Olaszországgal egy megállapodás, amiben Olaszország pártfogolja úgymond a magyar érdekeket majd, hiszen a megállapodás egy együttműködési és barátsági szerződés volt. Majd 1933-34-ben Hitler hatalomra kerülése után Németország is hajlandó valamilyen szinten a magyar érdekeket támogatni vagy képviselni, de természetesen olyan szempontból, hogy Németországnak mi az érdeke, és még Németország sincs abban a helyzetben, hogy ezt megvalósíthassa. Magyarország esetében a 30-as években ennek ellenére elindul egy hadseregfejlesztés, egy 105 ezer fős haderőben gondolkodnak, amely több hadosztályból állna, megfelelő légierővel és már szerveződő páncélos csapatokkal, de ezek még csak az elképzelések és a keretek. Az igazi változás 1938-ban jön és mutatkozik meg, amikor a győri program meghirdetésekor az akkori miniszterelnök Darányi Kálmán miniszterelnök hirdeti meg ezt a programot, miszerint Magyarország 1 milliárd pengőt fordítana a haderő fejlesztésére, amely nem konkrétan csak a katonákat érinti, így fogalmazok, hanem az ország infrastruktúráját is, tehát vasútvonalhálózatnak a korszerűsítése, utaképítése, repülőterek és így tovább, mert az ország védelméhez nem csak konkrétan a katona és a fegyvere szükséges, hanem a megfelelő infrastruktúra is. Ugyanakkor van egy másik jelentős előrelépés. 1938. augusztusában az akkori jugoszláviai Bledben a 3 szomszédos állam, a kisantant államok képviselői és jelenlévő Magyarország képviselői arra a megállapodásra jutnak, hogy a 3 ország hozzájárul Magyarország fegyverkezési egyenjogúságához, tehát a trianoni békediktátum előírása, amit egyébként hozzá kell tennünk, hogy a 30-as években már túllépett Magyarország, tudomásul veszik, hogy ugyanúgy jogában áll fegyverkezni és haderőt fönntartani, mint a szomszédos országoknak, és még azt is megígérik, hogy az ott élő magyarok számára kedvezőbb lehetőséget biztosítanak, tehát a jogokkal és egyébbel kapcsolatban. Cserébe úgymond azt kérik, hogy Magyarország fegyveres úton ne kívánja, ne akarja megváltoztatni a fennálló határokat. De ugyanebben a hónapban, augusztusban, amikor Bledben ezek a tárgyalások zajlanak, Magyarország, én így fogalmazok önöknek, kap egy másik ajánlatot, nevezetesen a nemzeti szocialista Németországtól, az Adolf Hitler vezette birodalomtól, aminek az a lényege, a kormányzó németországi látogatása során, ahol a miniszterelnök elkíséri, a vezérkarfőnöke, honvédelmi miniszter és így tovább, Hitler fölveti, hogy Magyarország megtámadhatná Csehszlovákiát, hogy visszaszerezze az elveszített területeit, és Németország majd hajlandó, ha úgy alakul a helyzet, Magyarországot megsegíteni. Horthy Miklós ezt a fölkérést, vagy javaslatot, ajánlatot a leghatározottabban elutasítja, mert a magyar honvédség nincs abban az állapotban, hogy Közép-Európa egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt haderejével, a csehszlovák haderővel szembe forduljon, azzal az országgal és haderővel, amelynek szerződése van Nagy-Britanniával, Franciaországgal és az akkori Szovjetunióval is még, kölcsönös segítségnyújtásról, és semmi garancia nincs arra, hogy vajon, ha Magyarország megindít egy ilyen támadást, akkor Németország azonnal megindít-e szintén egy támadást Csehszlovákia ellen, hogy máshol is lekössék az erőket. A magyar-csehszlovák határon szintén vannak erődök, ha nem is úgy kiépítve, mint a német-csehszlovák határon, és megítélésem szerint Horthynak ez az elutasítás és ez a döntés egyúttal azt jelenti, hogy ő soha nem lesz igazán Hitler kedvence, miközben ugye mondhatnánk innét egy nevet, egy Antonescu nevű úriembert, aki pedig azt kell mondani, hogy Hitlernek kimondottan kedvence volt a fegyvertárs országok közül.
De ugyanakkor azért mégis elindul egy olyan folyamat, ami még nem háború, hanem annak a versailles-i békerendszernek egy sajátos felülvizsgálatát jelenti, hiszen 1938. szeptemberében Münchenben Európa négy nagyhatalmának képviselői, az első számú vezetők, hogy így mondjam, Hitler, Mussolini, Daladier, illetve Chamberlain, a brit miniszterelnök összeülnek egy tanácskozásra, ahova meghívják a csehszlovák állam képviselőit is, csak ő nem vesz részt a tanácskozáson, ő az előtérbe várakozik arra, hogy milyen döntés születik majd. És a dolognak az a lényege, hogy Hitler a leghatározottabban követeli a csehszlovák államnak juttatott egykori német területek visszacsatolását, Németországhoz visszaadását, és azt mondja, hogy ezzel akkor Németországnak nincs több követelése. A katonai vonatkozásokban a 30-as években már Németország előbbre lépett flottaegyezményt írt alá a Nagy-Britanniával, tehát fejlesztette a flottáját, megváltoztak a korábban kialakult arányok, de sok mindent megtett, amit tudomásul vettek a nyugat-európai államok, gondoljunk csak Ausztria bekebelezésére, kinek melyik kifejezés a szimpatikusabb, akkor az osztrákok nagy örömmel fogadták a németeket, 45-ben azt mondták, ők voltak az első megszállt ország, de hát az érdekek mindig változnak, mint tudjuk. És ugyanakkor 1930-as években ugye a Szárvidéket népszavazás útján Németország visszakapta, a Rajna-övezetbe bevonulhattak a német csapatok. Tehát ezek mind olyan példák voltak Magyarország számára, és oda lehetett figyelni. De a Müncheni Egyezménynek van egy számunkra, magyarok számára is lényeges mozzanata. Azt nem sikerült elérni a magyar diplomáciának, hogy a Müncheni Egyezménybe bekerüljön Magyarország olyan értelemben, mint Németország, hogy Magyarország visszakapjon területeket a csehszlovák államtól, de bekerült azzal, hogy közvetlen magyar-csehszlovák tárgyalások legyenek, illetve közvetlen lengyel-csehszlovák tárgyalások, mert a lengyeleknek is volt területi követelése csehszlovák állammal szemben, amelyet egyébként a csehszlovák állam tárgyalások után kielégített, ott ugye azért azt hiszem 1500 négyzetkilométerről volt szó, azért nem egy olyan nagy terület, mint ami a magyar érdekeket jelentette volna. És a lényeg az, hogy ezek a tárgyalások meg is indulnak a két állam között, de eredményre nem vezetnek. A csehszlovák fél úgy gondolja, hogy túl sokat kérnek a magyarok, a magyar fél úgy gondolja, hogy túl keveset ajánlanak a csehszlovák delegáció tagjai, akik közül, és ugye ez a történelmünknek a sajátossága, vagy velük nem kellett használni a diplomácia nyelvét, a franciát, mert minden szlovák kitűnően beszélt magyarul, elvégre a magyar királyságban végezték iskoláikat, és szerezték meg ugye az egyetemen a diplomáikat. Az utolsó stádiumban gyakorlatilag odáig jutott a helyzet, hogy néhány nagyváros kivételével meg tudtak volna állapodni, de Magyarország úgy gondolta, hogy Kassa, Pozsony és még néhány város Magyarországhoz kéne tartozni. Ezt a csehszlovák fél nem így látta, és ekkor a két állam, mind a kettő, tehát nem úgy volt, hogy erőszak történt volna, a csehszlovák fél is és a magyar fél is a négy nagyhatalomhoz fordult döntőbíráskodást kérve, ugyanis abban a müncheni szerződésben benne volt, hogy amennyiben 6 hét alatt nem tudják elintézni, így mondom ezt a kérdést, akkor visszatérnek, és a négy nagyhatalom hozza meg a döntést. A négy nagyhatalom közül Nagy-Britannia és Franciaország azt mondta, hogy nem kívánnak részt venni a döntésbe, de tudomásul veszik és elfogadják, amit Németország és Olaszország meghoz. És 1938. november 2-án megszületett a döntés, több mint 11.000 négyzetkilométer került vissza Magyarországhoz, és a visszatért lakosságnak mintegy 87%-a vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Ez nyilván azt jelentheti akkor is és napjainkban is, hogy azt a határt, amikor egykoron meghúzták, és aláírták azt a békediktátumot a trianoni, vagy a versailles-i Nagy-Trianon palotába, akkor valamit nem egészen jól csináltak. Ugyanakkor hozzá kell azt is tenni, hogy ez a területi visszacsatolás a magyar honvédségnek nem hadműveletek során vagy sikerült elérnie, hanem díszbevonulásokkal. Hiszen a magyar honvédség és a csendőrség bevonuló alakulatait hatalmas lelkesedés fogadta, és fegyveres összetűzés, konfliktus nem volt. Fölmerült már akkor, hogy esetleg Kárpátalját is egyúttal vissza lehetne szerezni, lévén Kárpátalja akkor a csehszlovák állam részét képezte. Az olaszok részéről volt némi támogatás, de amikor a németek határozottan azt mondták, hogy nem, akkor az olaszok is visszaléptek, és Kárpátalja kérdése lekerült a napirendről, de nem túl hosszú ideig, mert 1939. márciusában Magyarország Kárpátalját is visszaszerezhette, hiszen 39-ben változás történik az európai világban és a politikában, nevezetesen úgy, hogy Németország fölrúgja az addigi egyezményt vagy a megállapodást a nyugati nagyhatalmakkal is, lehetővé teszi, hogy létrejön egy önálló szlovák állam, és a maradékra meg azt mondta, hogy nincs szükség, ez tartozon a német birodalomhoz, létrehozzák a Csemorba protektorátust, saját belső igazgatással, saját rendőrségük van, és így tovább, és nagyszerűen dolgoznak 45 májusáig a német hadipar számára a kitűnő cseh művek, elsősorban a Skoda gyárak.
És ekkor kapja meg Magyarország azt a lehetőséget, hogy amennyiben 48 órán belül képes Kárpátalját megszerezni, úgymond, akkor Magyarország ezt megteheti, mert a kárpátaljai ruszinok szeretnének egy önálló államot létrehozni, Kárpát-Ukrajnának nevezik, mikor mi az elnevezés, és ezt egy német, hogy mondjam, jóváhagyással és támogatással gondolnák, de a németek ezt nem pártolják. Akkor azt mondták, ha Magyarország megteszi, ezt a területet elfoglalja, akkor magyar terület lehet. És ez szintén gyakorlatilag egy mozgósítás utáni bevonulással ér föl, bár hozzá kell tenni, hogy némi csetepaté, és én nem hadműveletekről beszélek, némi csetepaté van, hiszen szerveződik egy ukrán gárda, a Szics gárda, amelynek a tagjai néhányszor rálőnek a honvédség bevonuló alakulatára, és vissza is lőnek. Van néhány halott, nem annyi, mint amit most mondanak, több ezresre számra slófolják föl az ukránok, most már ugye ott a harcok során elesetteket, néhány tíz főről van szó, minden kioltott életért és minden ember életért kár, de az igazsághoz tartozik, hogy alapvetően nem történt olyan tragédia, és egyébként Kárpátalja, ez független a honvédségtől, egy sajátos minta és terep lett volna, én így fogalmazok önöknek, Magyarország számára, ugyanis Teleki Pál, aki akkor már a miniszterelnök Imrédi Bélát váltja, úgy véli, hogy Kárpátaljának egy sajátos helyet vagy státuszt kell biztosítania Magyarország területén, és egy sajátos autonómi elképzelés fogalmazódik meg. Akik éltek akkor, illetve látták, vagy ott szolgáltak, azt tapasztalhatták, hogy mindenütt a kétnyelvűség volt a természetes, és az ott szolgáló állami alkalmazottaknak, az állami alkalmazottba beleértem a csendőrt, ugyanúgy, mint a járásbírót és a postai alkalmazottat, meg kellett tanulnia ruszinul. Ugye a ruszinok azt mondják, hogy ők nem ukránok, ők ruszinok vagy rutének, ahogy egykoron mondtuk. Nem azt jelenti, hogy mindenki tökéletesen megtanultat egy-két év alatt, de például a csendőr járőrnek is kellett olyan szinten ismerni a ruszin nyelvet, ha egy olyan ruszinnal találkozott, olyan családdal, ahol a magyart nem beszélték, vagy nem tudott kommunikálni, akkor valamilyen szinten ők tudjanak egyeztetni, mert az ottani lakosság közül a férfiak, akik még az első világháború előtt, vagy világháború időszakában magyar alakulatokba töltötték, hát hol töltötték van a katonai idejüket, nyilván megtanultak az alatt a két-három, vagy a háború négy esztendeje alatt magyarul, tehát tudtak, de nem biztos, hogy a családban, hiszen ezt hozzá kell tenni, hogy a visszatért Kárpátalján a lakosságnak 11-néhány százaléka, főleg a városokban élők vallották magukat magyaroknak, a döntő többsége ruszin volt, volt némi román, szlovák és más nemzetiség is. Ezzel gyakorlatilag így fogalmazhatnánk, hogy Magyarországnak az addigi revíziós politikája eredményesnek bizonyul, jelentős sikereket ér el, és ugyanakkor elindul a honvédségnek a fejlesztése is, amely honvédség fejlesztése az egész elképzelésben úgy fogalmazódott meg már korábban is, amikor még csak álmodoztak, hogy így fogalmazzak önöknek, hogy a Magyar Királyi Honvédség arra legyen alkalmas, hogy a szomszédos államok támadását esetleg, így fogalmazok, fel tudja tartóztatni néhány napig, és reménykedünk abba, hogy majd a Nemzetek Szövetségében, Genfben azt mondják a többieknek, hogy álljanak le. Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának a hadereje sokszorosa volt a Magyar Királyi Honvédségé, nem beszélve a fegyverzetről és a felszerelésről. Hogy említettem, a csehszlovák haderő volt az egyik legkorszerűbb Európában. A román királyi haderőt, aminek a történetről jobb többet tudnak, mint én, azt még a franciák viszonylag elfogadhatóan felszerelték, és ugyanez volt a helyzet a szerb haderővel kapcsolatban is. Tehát a Magyar Királyi Honvédséget egy úgynevezett védekező háborúra készítették föl, de gondoljanak bele, hogy 35 ezer emberrel, vagy később mondjuk 100 ezer emberrel, amikor már elindul a kiképzés. Mert nem csak arról van szó, hogy a férfiak hajlandók-e fegyvert fogni, hanem mennyi idő alatt sajátítják el azt a fegyverforgatást. És ezért mondtam, hogy amikor csak az önkéntesek szolgáltak, akkor 12 év után jöhetett volna a következő korszak. Hozzá kell tenni, hogy a 20-as években már elindult egy rejtett, de hát nyilvánvalóan mi Magyarországon rejtett, azt mindenki tudja, tehát elindult egy olyan képzés, egy úgynevezett kátoborzás, kényszertoborzás, hogy behívtak évfolyamokat rövidebb időre, fél évre, egy esztendőre, katonai szolgálatra, hogy valamilyen formába képezzék őket, és volt egy másik, egy előképző rendszer, amelyet Levente intézménynek neveztek, amit a sporttörvény tett lehetővé, ahol a 12. életévüket betöltött, 21-et még be nem töltött fiatal fiúknak hetente, többnyire kétszer Levente foglalkozáson kellett részt venni, ami alapvetően sportfoglalkozás volt, illetve katonai alapképzés, hiszen elsősorban a fegyverfogásokat megismerték, később megismerkedtek már, vagy némi lőkiképzést kaptak a forma gyakorlatokkal, tehát ilyen értelemben, ha bevonultak, akkor nem ilyen indultak,
de gyakorlatilag több mint 10-15 esztendő hátrányát kellett behozni a magyar honvédségnek, ami nagyon lassan ment. És a visszatért területeken itt és később, amikor visszatér Észak-Erdély és a keleti ország részek, illetve a délvidék, akkor az itt lévő magyar katonákat, magyarokat, akik voltak katonák a román vagy a jugoszláv haderőben, azokat átképzésre kellett behívni, hiszen mások voltak a fegyverek, más volt az alaki szabályzat, bár nem az alaki a leglényegesebb, más volt a szolgálatnyelve és így tovább, ezek voltak. De 1939-ben azt kell mondani, hogy Magyarország egy sikeres helyzetbe került, és amikor a háború szele, így fogalmaznék, először csapja meg igazán az országot, 1939. szeptemberében, akkor Magyarország semleges álláspontra helyezkedik. Ugyanis az a politikai elképzelés, és az a döntéshozók véleménye, hogy a most meginduló háborúban, amiről nem lehet még tudni, hogy mekkora lesz, vagy milyen lesz a háború, Magyarországnak az az érdeke, hogy a háborúból kimaradjon, az erőit megtartsa és lehetőség szerint összegyűjtse, és ezekkel az erőkkel majd a háború végén próbálja érvényesíteni azokat az elképzeléseit, revíziós törekvéseit, amely a magyar társadalom egészével szinkronban van. Hozzá kell tenni, hogy 1939 azért is egy fontos dátum, mert augusztusban megszületik egy olyan megállapodás, amire sokan nem gondoltak, nevezetesen az, hogy a nemzeti szocialista Németország és a szocialista Szovjetunió érdekszférákra osztja föl Európát. A Szovjetuniónak jutnak a balti államok, Finnország, Románia, Bulgária, és megállapodnak abban, hogy Lengyelországot meg ketté osztják, majd ha ott történik valami, nyilván mind a ketten tudták, hogy néhány nap múlva történik valami, Németországé pedig úgymond Európa többi területe, és Lengyelországnak a másik fele, amelyet megkapnak. És amikor megindul 39. szeptember 1-én a német támadás, amelyhez azonnal csatlakoznak a szlovákok, ezt nem szoktuk emlegetni, Lengyelország ellen, akkor Magyarország semleges álláspontra helyezkedik, és azzal, hogy 39-ben Kárpátalja visszatérésével Magyarország határos lett Lengyelországgal, óriási lehetőség adatott meg a lengyeleknek arra, hogy egy velük baráti viszonyban lévő országba kerülhessenek civilek és katonák, akik ide menekültek, már bocsánat az ide alatt Magyarországra menekültek, és Magyarország befogadta őket. A nemzetközi jog előírásai szerint a katonáknak a fegyvert természetesen le kellett tenni, internáló táborba mentek, ami nem az volt, hogy nem lehetett kilépni, az ország nagyon sok helyen az internáló tábor azt jelentette, hogy mondjuk Leányfalun családi házakba helyezték el őket, egy-egy család befogadott 2-3 lengyelt, és ott helyezték el őket. Az élelmezésükre pénzt kaptak, kaptak természetesen anyagi támogatást ezek a lengyelek, és Magyarországon működhetett továbbra is a lengyel követség, amely lehetővé tette azt, hogy úti okmányokat állítsanak ki azoknak, akik el akarják hagyni az országot, és nagyon sokan nem maradtak Magyarországon, tehát az átvonuló ország lett Magyarország, mert mentek Franciaországba és Nagy-Britanniába, hiszen közben Németország is, Nagy-Britannia, illetve Franciaország is, Németország is hadiállapotba került, ők pedig oda akartak menni, hogy valahol úgymond a hazájukért vagy Lengyelországért harcolnak. Magyarország semleges volt, mert azt mondta, hogy nem kíván ebben részt venni. Független attól, hogy Németország kéréssel fordult megint Magyarországhoz, hogy német katonai szerelvények mehessenek át Magyarországon, mert a vasúthálózatnál a visszatért területek miatt volt egy olyan rész, ahol néhány 10 kilométert Szlovákiából Magyarországon kellett megtenni a vonatnak, hogy újra szlovák területen legyen, és a német szállításokat ezt elutasították. Én azt szoktam mondani, hogy megítélésem szerint ennek nem volt döntő jelentősége a lengyel hadjáratban. Ez inkább egy tesztkérdés volt, hogy Magyarország vajon mit tenne, vagy mit akar tenni, miként reagál az ilyen típusú német kérésekre. És ezt követően nagyon gyorsan változik az európai helyzet, ami Magyarország számára is meghatározó. 39. novemberében ugye van egy télinek nevezett háború Finnország és a Szovjetunió között, amelyet ugye szoktuk mondani, hogy a finnek lettek az agresszorok, mert visszalőttek, és ugye tudjuk, hogy aki visszalő, az agresszorrá válik, főleg akkor, hogyha egy 5 milliós nemzet kíván egy 200 milliós pillanatok alatt ugye kardérre hányni. És Magyarország ebben a sajátos helyzetben, ami a német, vagy bocsánat, a szovjet-finn háború időszakában van, megint egy gesztus gyakorol, a Magyar Királyi Honvédség természetesen nem fog beleavatkozni ebbe a háborúba. Viszont Magyarországon számosan jelentkeznek önként arra, hogy a finnek oldalán harcolhassanak a Szovjetunió ellen. Vannak köztük hivatásos tisztek is, akik kilépnek a honvédségből, mert ha ők mint hivatásos magyar tisztek mennének oda, akkor ez egy kázus belli lenne, hogy magyar katona harcol, de önkéntesek mehetnek, hogy mentek a spanyol polgárháborúba is. 401 néhány fő egyetemi hallgatók, főiskolások, egykori katonatisztek vagy honvédségből kilépett katonák jelentkeznek,
És itt jellemző, hogy Németországnak és milyen viszony a Szovjetunióban, ezek az önkéntes magyar katonák nem mehetnek át a megszállt Lengyelországon, ami Németország birtokában, mint főkormányzóság, ami a legrövidebb út lenne, hanem Jugoszlávián, Olaszországon, Franciaországon, Nagy-Britannián, Norvégián és Svédországon keresztül érkeznek meg Finnországba. Az érdek és az érték, megint azt kell mondanom, hogy előtt. És ugyanakkor a Szovjetunió élve azzal a lehetőséggel, amit a németekkel kötött megállapodás jelent, hogy a visszaszerzi a, bocsánat, nem visszaszerzi, hanem elfoglalja a balti államokat, amiről a korabeli budapesti vicc szerint ugye úgy zajlott, hogy a balti államok delegációja elvonultak Moszkvába, és könyörögtek Sztálinnak, hogy vegyék be őket a Szovjetunió népei közé, mert őt ott éleznék jól magukat. Sztálin hosszas rábeszélés után végül azt mondta az észteknek, mostantól kezdve szovjetek lesztek és nem esztek. És ezt tökéletesen betartották hosszú időn keresztül. A másik, Szovjetunió azonnal megfogalmazza a németekkel való megállapodás ismeretében, birtokában és, hogy mondjam, támogatásával, a Romániával szemben támasztott területi igényeit, Bukovina, Beszarábia. És Románia hiába próbálkozik a németeknél, hogy kapjon valami német támogatást, a németek a leghatározottabban elutasítják. De ez a magyar álláspont akkor az, amennyiben a románok a szovjeteknek ezeket a területeket odaadják, akkor a miénket is, amit mi követelünk, kérjük oda. De hogy ez sikerüljön, én így fogalmazok önöknek, abban a pillanatban nem volt lehetőség, mert ugye 24 óra alatt Románia hozzájárult, hogy így mondjam, idézőjelbe a szovjet csapatok bevonulásához, mert ugye a szovjet válasz, a jegyzékre az volt a válasz, hogy kéne erről tárgyalni, a szovjet válasz meg az volt, hogy ez nem tárgyalási alap, és bevonultak. Tehát ezt a dolgot egyszerűen megoldották. Magyarország viszont úgy érezte, hogy számára is megoldandó az erdélyi kérdés, és a Honvéd vezérkar főnöke Wertherik és Teleki Pál nem teljesen azonos véleményen volt ebbe. A visszatérés vagy a visszaszerzésbe, igen. Telekinek az volt az álláspontja, hogy Magyarországnak önállóan kell cselekednie, és önállóan kell ezt a kérdést megoldani. Wertherik azt mondta, mint katona, az első számú katonája a honvédségnek, hogy a Magyar Királyi Honvédség nem alkalmas arra, hogy sikeres háborút vívjon Romániával 1940-ben. Ezen sokan vitatkoznak, hogy bezzeg a mi vitézségünk, meg az itt élők, meg egyebek mit jelentett volna. Nem úgy nézett ki a helyzet, bocsánat a kifejezésért, hogy egy alig másfél éve szerveződő honvédség, függetlenül attól, hogy milyen katonái vannak, vagy miként, képes lesz ezt a román királyi haderőt legyőzni. Ennek ellenére mozgósított a magyar honvédség, mozgósított a román haderő. Voltak a határ mellett ugye különböző összetűzések a határt őrzők között, de háborús konfliktus nem volt, mert Olaszországnak és Németországnak elfogadhatatlan volt, hogy két velük szövetségesi, vagy inkább fegyvertársi viszonyban lévő ország mögöttük itt, mikor sokkal nagyobb dolgokról van szó, háborúzzon, és ugye megjött az ajánlat, hogy a két fél tárgyaljon. Hát ugye nyilván Magyarországon és Romániában nem egészen úgy tanítják a tárgyalásokat, az eredmény végül is ugyanaz lett, mert ugye egyrészt a magyar elképzelés az volt, hogy lehetőség szerint mind a 102 ezer négyzetkilométert, de legalább 60 ezer négyzetkilométert visszavenni. A román elképzelés az volt, hogy esetleg a határ mentén valami kis kiigazítás, és a legendák szerint fölmerült egy bizonyos népcserének a gondolata, lakosságcserének a gondolata is, de megint korabeli budapesti humor szerint az volt a magyar fél válasz, hogy mindenki vigye magával a földet is. Tehát itt nyilvánvaló a magyarországi románok lélekszáma és a birtokban lévő föld nem volt összevethető a Romániában lévő magyarság lélekszámával és a birtokban lévő földdel, lekerült a napirendről, hogy a tárgyalások nulla eredményre vezettek Szörényváron, ugye Turnu-Severinben, nem jutottak eredményre, és valóban egy fegyveres konfliktus veszélye állt fönt, mozgósították a magyar haderőt, és akkor most augusztusban 20-valahányára megvolt, hogy ekkor támadni fog a magyar honvédség, de végül is Adolf Hitler döntött, és azt mondta, hogy nincs támadás, mind a román fél, mind a magyar megint döntőbíráskodást kért. Általában én úgy tudom, hogy a román történészek azt állítják, hogy a magyarok kérték, mi azt szoktuk mondani, hogy a románok, ennek Elbalog Béni ugye a legjobb ismerője innét, de én azt hiszem, mind a két ország valóban kérte. És két nagyhatalom döntött. Ekkor már nincs Franciaország és Nagy-Britannia, hiszen Franciaország porban hever, Németország legyőzte, Nagy-Britannia pedig azzal van elfoglalva, hogy próbálja megtartani magát a szigeten, és a németek lehetőség szerint ne nyomuljanak be. És megszületik a döntés, ami több mint 40 ezer négyzetkilométert juttat vissza Magyarországhoz. Viták vannak arról, hogy a visszatért terület lakosságának milyen a százalékos megoszlása. 54% körülre teszik a magyar nemzetiséget, 31%-ra a románt, és ugye vannak még svábok, illetve szászok is, attól függ, melyik területen épp, hogy nevezzük a német nemzetiségeket. De ez megint azt jelenti, hogy a magyar honvédség, anélkül, hogy hadműveleteket kellett volna végrehajtani, vagy hadműveletekben részt venni, úgymond békés és nagyon szép bevonulással
jelenik meg Erdélyben. Ha valaki a korabeli filmhíradókat megnézi, akkor láthatja azt, de hát önök közül talán voltak, akik még gyerekkorukban tapasztalhatták ezt, mint hogy voltak olyan kollégáim Szatmár Németében és másod tizenévesen, hogy mit jelentett ez a bevonulás, és mit adott ez a magyarság számára, úgy a jelenlegi határokon kívül, mint az akkori vagy a jelenlegi határokon belül. És ezzel megint azt tudom mondani, hogy a honvédség nem méretik meg fegyveres konfliktusban, megint azt hozzáteszem, hogy hál' Istennek. És ahogy változik a helyzet, Magyarországnál Telekinek az a véleménye, hogy továbbra is ebből a háborúból ki kell maradni, hiszen ez a háború, most azt kell mondanom önöknek, hogy egy lecsengő európai háború, hiszen 1940-re, ha belegondolnak, Görögország elfoglalását követően igazán Európában nincs háború, annyi van, hogy a brit szigetek, vagy a brit birodalom próbálja tartani magát, és a németek bombázgatnak, amennyire tudnak, a britek válaszolnak, de igazi háború nem zajlik. Legalábbis Európában befejeződik. És Telekinek az a véleménye, hogy Magyarországnak a harmadik szomszéddal valamilyen formában meg kellene egyezni, itt Jugoszláviáról van szó, hiszen ott még területi viták vannak, és 1940. december 12-én aláírnak egy barátsági szerződést Magyarország és Jugoszlávia között. Ezt hangzatosan mindig örök barátsági szerződésnek nevezik önök. Megnézik ennek a szövegét, ez nem bővebb, mint egy A4-es lap, ami azban, hogy a szerződő felek között örök béke és barátság álljon fönn, és a vitás kérdésekről tárgyalások után fognak dönteni. Most nem szó szerint idéztem, hosszabb a bevezető, hogy kikinek a megbízottja, a kormányzó és a királyi, mint az egész szöveg. De minden nemzetközi szerződés akkor így kezdődik, hogy örök béke és barátság álljon fönn a szerződő felek között, ami addig szokott fönnállni, amíg a gyengébb nem lesz erősebb, mint a győztes. Az akkori győztes, mert akkor ezek megváltoznak. Minden esetre ezzel Magyarország lehet azt mondani, hogy külpolitikailag elérte a sikereit, és a honvédség fejlesztése is a győri program jegyében elindult, és valóban próbálnak kiépíteni, és létre is hoznak 1940-ben már 3 hadseregparancsnokságot, tehát hogy 3 hadseregbe szerveződne a Magyar Királyi Honvédség. És aztán eljön 1941 tavasz, ami sok mindent megváltoztat és felrúg, nevezetesen azt, hogy ez a honvédség azzal kell, hogy szembesüljön, hogy részt kellene vennie, vagy Magyarországnak egy Jugoszlávia elleni háborúban, ugyanis Németország Olaszországgal, illetve Japánnal kialakít egy sajátos, én így fogalmazok, szövetségi rendszer, aminek az a lényege, hogy az aláírás szerint, amikor aláírják ezt a megállapodást, azok a felek, akik aláírták ezt, ha a jelen folyó háborúban egy olyan ország támadja meg közülük valamelyiket, amelyik még nem vesz részt a háborúban, a többiek a segítségére sietnek. Ez a 3-asztalú egyezmény, amihez aztán Magyarország is csatlakozik, 1940-ben meg később csatlakozik Románia, és ez aztán meg a létrejött Horváth állam is így tovább. De visszatérve 1940-ben, a németek a magyar-jugoszláv szerződést és a magyar-jugoszláv közeledést nem utasítják. Úgy érzik, hogy Magyarország keresztül lehet Jugoszláviát is az ő érdekszférájukba vonni. Magyarország pedig úgy érzi, hogy Jugoszláviával fönnálló kapcsolatai fönntartanak egy lehetőséget a nyugatiak, ez alatt értem Nagy-Britanniával való kapcsolat fönntartásra, és ugyanis Magyarország, amikor aláírja a szerződést, a britek úgy véletlenek el, hogy Magyarországnak van egy önálló mozgástere, és van valamilyen szintű önálló magyar külpolitika, és ezt értékelik legalábbis a britek. És a másik pedig az, hogy amikor 1941-ben Jugoszlávia csatlakozott a 3-asztalú egyezményhez, de alig, hogy aláírják a tárgyaló felek a megállapodást végre, mire hazai a jugoszláv delegáció már nincsenek hatalmon a kormánynak, ami nem az a kormány, mert részben szovjet, részben brit közreműködésére segítsége egy katonai kicsártak a britőket. Hiába mondja azt az új jugoszláv kormány, hogy föntartják föntartják azt, hogy Jugoszlávia csatlakozása érvényben van, aláírták a szerződést, ezt ők elfogadják. Ezt Adolf Hitler nem fogadja el nekik, és elkezdik kidolgozni a Jugoszlávia elleni hadműveleti terveket. És itt jön először igazán képbe Magyarország és a Magyar Honvédség is, hiszen a német-jugoszláv határ nem olyan túl hosszú, és a németeknek szüksége van Magyarország területére és a felvonuláshoz, és Magyarországot, ha szabad így mondani, azzal környékezik meg, ezt idézelbe használom,
hogy Magyarország érvényesíthetné revíziós céljait Jugoszláviával szemben, mi több még az is elhangzik állítólag, hogy esetleg még Fiume is visszatérhetne, mondván ugye, hogy az államfő egykori haditengerész múltjával talán még, vagy múltjára lehet ezzel is valamilyen formába hatni. Ez nagyon komoly vitákat várt ki a magyar politikai és a katonai vezetés körében, hiszen a miniszterelnök Teleki Pál úgy látja, hogy abban az esetben, ha Magyarország a németek mellé áll, akkor egyrészt megszegi azt a szerződést, amit kötöttek. Másrészt nyilván kivívja az angoloknak, a briteknek az ellenszenvét, független attól, hogy a háború nem úgy néz ki, hogy ebből majd a britek jönnek ki sikeresen, de Teleki, aki azért egy világlátott művelt és földrajztudósként is ugye a térségekben gondolkodni tudó személy, az tudja azt, hogy a tengerek fölötti uralommal rendelkező országoknak mindig nagyobb esélye van arra, hogy nagy konfliktusokból sikeresen jöjjenek ki, mint a szárazföldi patkányokét, ugye ezt a haditengerészet szokták használni, ezt a kifejezést, és nem véletlenül, hogy később aztán Szombathelyi Ferenc is azt mondja, hogy maritim, azaz tengeri hatalmak ellen Európa közepéből még sikeres háborút nem igazán lehetett megvívni. De visszatérve 1941-re, óriási dilemma, ha belegondolnak. Van egy több mint 20 esztendős következetes revíziós politika, fölajáltatik, hogy visszakerülhetnek olyan területek magyar lakossággal, amely Magyarország részét képezték. Ezt elutasítja a kormány, a politika vagy a katonák, vagy azt mondják, hogy vállaljuk. És szinte feloldhatatlannak tűnik a dolog. 1941. április 1-én van a legfelsőbb honvédelmi tanácsnak egy ülése. Az nem más, mint a minisztertanács kibővítve az államfővel és a honvéd vezérkar főnökével, ahol egy olyan döntés születik, hogy Magyarország akkor csatlakozik, vagy akkor lép be úgymond egy esetleges, vagy már várható német-jugoszláv konfliktusba, háborúba, ha a jugoszláv állam szétesik, ha az ott élő magyar kisebbséget veszély fenyegeti, vagy politikai vákum keletkezik. Ez az államfőnek a döntése az ott elhangzott, és azt mondja, hogy a miniszterelnök és a vezérkar főnöke a részletekben egyezzen meg. A részletek alatt értendő, hogy a honvédségnek milyen alakulatait, milyen erejét mozgósítják, és mikor történik meg az a pillanat, amikor ez bekövetkezhet. Teleki Pál ezzel együtt, vagy ettől független úgy vélekedik, hogy nem ártan azért megtudakolni, hogy hogy látják ezt a britek. És a Londonban lévő magyar követ, Barca György, az én meglátásom szerint nem teljesen pontos választ küldve, pontos információval szolgál a miniszterelnöknek, ugyanis ő azt mondja, hogy a brit körökben, vagy a brit álláspont az, hogy amennyiben Magyarország csatlakozik egy jugoszláv elleni német háborúhoz, akkor Magyarországnak hadat üzennek. Telekit ezt nem tudja földolgozni, és nem tudja elképzelni, hogy Magyarország hadi állapotban legyen Nagy-Britanniával, bár hozzá kell tenni, hogy ez nyilván csak nemzetközi jogi értelemben, mert nem valószínű, hogy a brit szigetekről Budapestre ejtőernyős csapatokat küldenek és elfoglalják Magyarországot, amikor itt az élethalálharcukat vívják. Az élethalálharcukat vívják adott a britek, de minden esetre ennek az lesz az eredménye, hogy Teleki véget vet az életének. Én nem akarok arra kitérni, és nem is tudok. Hogy vajon melyik variáció a hitelesebb, öngyilkosság, meggyilkolták, a gyilkosságból hányfajta elképzelés van. Ezelőtt néhány évvel is jelentkezett még idős férfi, aki elmondta, hogy ő volt, aki lelőtte Telekit. De én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy Magyarország meghozta a döntést, amely az volt, hogy ha teljesülnek a feltételek, Magyarország hadba lép Jugoszlávia ellen. A honvédségnek ez az első olyan, hogy mondjam, hadművelete, ahol már vannak fegyveres összecsapások, de ezeket igazán, most elnézést ezért, hogy így fogalmazok, igazán nagynak és jelentősnek nem lehet tekinteni, hiszen a jugoszláv haderő szétesett, a magyar határól visszavonultak az ottani erődökből is többnyire, és a visszavonuló csapatokkal volt némi összeütűzése, illetve a városokban egy-egy helyen volt némi ellenállás, tehát azért itt is voltak halottak, de nem voltak nagy hadműveleti dolgok, és nyugodtan mondhatnánk azt, hogy erre 1941 májusára, amikor a terület végül is úgymond pacifikáltatott, tehát a magyar katonai közigazgatás alá kerül, és az kitart egészen augusztusig, Magyarország sikerrel teljesítette revíziós célkitűzéseit, az országhoz visszatért az elcsatolt területek nagy része, és ahogy 1941 májusában, illetve júniusában a honvédvezérkar főnöke egy várható szovjet-német háború előtt általa megfogalmazott memorandumban arról ír, hogy Magyarország Európában, Közép-Európában tényezővé vált, mert minden más ország gyakorlatilag vagy megszűnt létezni, elveszett, vagy pedig meggyengült.
És ha végigvesszük ezt a dolgot, Lengyelország nem létezik, ugye egyik része, másik része megszállt, a szlovák állam nem tényező, ahogy Evert fogalmaz, egy most létrejött állam, amelyik az állami létével küzd. Csehország nincs, hiszen Németország részét képezi ez a kis rész. Horvátország most jön létre. Románia a legnagyobb vesztese, ha így veszük ennek a világnak, hiszen a Szovjetunióhoz, Magyarországhoz és Bulgáriához kerülnek a területei. Területeinek azt hiszem talán 50%-át vagy mennyit veszít el az egykori királyi Románia. A jugoszláv állam szintén szétesett. Az ott lévő Szerbia, amely egy szerb tábornok vezetésével valamilyen, ugye úgy illik mondani, hogy németek felügyelte vagy bábállamként működik, szintén nem jelentős. De Wertherik egy másik dologra is utal, nevezetesen arra, hogy a szovjet-német viszony a jugoszláv események kapcsán erősen megromlott, és meglátása szerint egy német-szovjet háború várható. És a kérdés az, hogy egy várható német-szovjet háború esetén Magyarország mit tegyen, és mi Magyarország helyzete és feladata. Mert úgy véli, hogy ebből a háborúból sajnos Magyarország nem tud kimaradni. Nem azért, mert állandóan hadakozni akar, hanem azért, mert az a geopolitikai földrajzi helyzet, amelyet elfoglal, és az, hogy Szovjetunióval határos lett a lengyel összeomlást követően, Magyarország előbb-utóbb valamilyen formában úgymond ütköző állam szerepet töltene be, és a két nagyhatalom közötti konfliktusban szerepe van. De van egy kérdés, hogy ebben az esetben Magyarország a Szovjetunióhoz álljon, úgymond, vagy Németországhoz. Wert felsorolja, hogy szerintem miért a németek mellett kell megnyilatkozni. Egyrészt a konzervatív hagyományos keresztény fölfogásunk, és nem egy bolsevista államot jelent. A másik, és a megítélésem szerint ez a leglényegesebb. Magyarországnak azzal kell számolnia, hogy a velünk egy oldalon álló, de velünk nem jó viszonyban lévő szomszédos államok lépéselőnybe kerülnek, mert minden bizonnyal Románia és Szlovákia is a németek oldalán fog belépni a háborúba. Vannak már információk arról, ugyanis amikor elindul és elkezdődik a Szovjetunió elleni hadműveleti tervnek a feldolgozása vagy kidolgozása, akkor gyakorlatilag Hitler azt mondja, hogy a magyarokkal nem kell számolni, és nem lehet, mert a magyarok, ha mi kérünk tőlük valamit, mindig viszont kérnek. Ezért nincs szükségünk rá. De számolnak a románokkal, hiszen Románia szeretné visszaszerezni az elvett területeit. Számolnak a finnekkel, mert Finnországot legyőzte a Szovjetunió ebben az említett téli háborúban, és Finnországtól jelentős területeket szerzett meg, és nem lehet azzal tudni, hogy a szlovákok most belelkesednek vagy nem, de Magyarországgal nem számolnak. És Wert nem azt mondja, hogy eznek elébe kell menni, ő azt mondja, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak is föl kell készülni a háborúra, és lehetőség szerint a németek oldalán. És Bárdosi László, aki külügyminiszter Teleki kormányában és miniszterelnök lesz Teleki halála után, ugyanazt az elképzelést fogalmazza meg, mint amit Teleki. Magyarországnak a háborúból lehetőség szerint ki kell maradni, az erőinket meg kell a háború végéig őrizni, és a háború befejezésekor kell a saját érdekében a magyar királyi honvédséget alkalmazni és felhasználni. Wertnek azt jelzi Teleki, bocsánat, Bárdosi, hogy gyakorlatilag, de nem ezekkel a szavakkal, de ez olvasható ki a válaszaiból, mind a két memorandumon, a katonák ne akarjanak beavatkozni a politikába, mert a politikának van döntő szerep. Ugye szoktak ilyen példát idézni, talán Bismarckhoz, de máshoz is kötik a mondatot, miszerint a háború túl komoly dolog ahhoz, hogy katonákra bízzák. Na most ezzel együtt és ettől függetlenül a Magyar Királyi Honvédség esetében a Honvéd vezérkar főnökének az én meglátásom szerint teljesen logikus a gondolkodása, mert akármi lesz, ha elindul egy háború, a honvédségnek tudnia kell, hogy mit kell tenni. Mozgósítani kell, és az ország határaihoz, mondjuk a szovjet-magyar határhoz fölvonulni azzal, hogy ne fordulhasson el esetleg az, hogy a harcok folyamán különböző kisebb-nagyobb szovjet csapatok Magyarország területére jöjjenek, akár menekülés miatt, vagy akár más szempontból. Nem lehet ölbetett kézzel ülni egy ilyen szituációban. De leintik. És amikor később, júniusban, ha jól emlékszem, június elején találkozik a német szárazföldi haderőnek, a Hernek a vezérkari főnökével, Halderrel Budapesten, pontosabban a Mátyásföldön a repülőtéren, ahol ő jön és ott leszáll, és ott van egy tanácskozás a Wertel, akkor Halder azt mondja, hogy most ne csinálják semmit a magyarok, ne alarmírozzák a szovjeteket, hiszen van egy előkészületben lévő háború. És nagyon érdekes, hogy néhány nappal, gyakorlatilag két nappal a német-szovjet háború kitörése előtt milyen vélekedés fogalmazódik meg Magyarországon, pontosabban a Honvéd vezérkarnál, a második osztályon, amelyik ugye a katonai hírszerzés kémelhárításnak az illetékese.
Ott elkészül egy anyag, amiben az fogalmazódik meg, hogy várható, hogy 48 órán belül a német-szovjet viszony háborús megoldást nyer. Ebben a helyzetben és ebben a pillanatban Magyarország légi, esetleg légi és szárazföldi támadással számolhat a szovjet fél részéről. Ugye az 1990-es évek elején előkerültek akkori szovjet katonai levéltárból olyan dokumentumok, amelyek azt igazolták, hogy a Szovjetuniónak is voltak elképzelései egy esetleges háborúra, és érdekes módon a Németország ellen indítandó nagy támadás, ami a Lengyelországon keresztül Berlin célozta volna meg, volt két, így mondanám, mellékirány, az egyikben Bukarest, a másikban Budapest is szerepelt. Tehát nem tudhatjuk, hogy vajon a felek mindentől függetlenül hogy készültek a háborúra. Régóta tajt a vita arról, hogy a németek egy megelőző háború volt, vagy nem. Minden esetre a Magyar Királyi Honvédség és Magyarország 1941. június 22-ét követően nem úgy reagálta, hogy a szlovákok és a románok vagy a finnek. Magyarország egy gesztus gyakorolt Németország fele, megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, és semleges álláspontra helyezkedett. Ez tartott néhány napig, így fogalmazok önöknek, az a teleki vagy bárdosi elképzelés, és az egészet megváltoztatta és fölborította egy kassátért légitámadás 1941. június 26-án, amiről napjainkig vitatkozunk, mindenkinek vannak ötletei, hogy kik bombázhattak, kik lehettek azok. Én a magam részéről úgy szoktam fogalmazni, hogy mai napig számomra még senki nem igazolta azt, hogy a korabeli megállapítás, miszerint szovjetek voltak a támadók, az megváltozott volna, vagy meggyőzően lett volna variáció. Volt román variáció, szovjet, német, magyar, szlovák, és így tovább. Most olyannal is találkoztam, hogy valószínűsíthető, ez egy elképzelése egy történész kollégának, hogy miután a széteszett csehszlovák állam vezetője Beneš emigrációban van, és a csehszlovák emigráció, illetve a csehszlovák hírszerzés kitűnően együttműködött az oroszokkal, ő úgy érezte, hogy a háborút gyaníthatom, vagy reményei szerint nem a németek nyerik meg, ahhoz, hogy a szétesett Csehszlovákia újra állam legyen, és a magyarok által megszerzett területek visszatérjenek oda, nem lehet, hogy Magyarország ne vegyen részt a majdani vesztesek oldalán a háborúba. Logikailag van benne valami, ha belegondolnak, és ennek állítólag az lett volna a lényege, hogy szovjet támadógépekről volt szó, de úgymond szlovák vagy cseh pilóták ültek volna a gépekbe. Én azt gondolom, hogy ki ült a gépbe és ki kormányozta, annak már megítélésem szerint nincs jelentősége, de minden esetre ez a pillanat azt jelentette, hogy Magyarországot érte egy támadás. A támadásra lehet sokféleképp reagálni, tiltakozó jegyzéket, mert Magyarországon Svédország képviselte a szovjet érdekeket, a Szovjetunióban magyar érdekeket a Bulgária képviselte, és így tovább. De ebben a helyzetben, amikor Magyarország és a két szomszédos ország, Szlovákia és Románia között egy sajátos versenyfutás van, hogy ki szerez, bocsánat ezért a kifejezésre, jobb és nagyobb érdemeket a németek szemében, hogy majd a győztes háború után, mert 41 júniusában nem azt prognosztizálták azért a tengeren túlön sem, hogy majd Magyarország, vagy bocsánat, Németország elveszíti ezt a háborút, hanem esetleg azt, hogy egy megegyezéses béke lesz, a Szovjetunió elveszít területeket, és így tovább. Na most egy ilyen helyzetben Magyarország nincs ott, és a vele nem jó viszonyban lévő szomszédos államok pedig harcolnak, és a győztesek oldalán fejezik be a háborút, akkor vajon az az erejét egyébként megőrizni akaró és fejleszthető Magyar Királyi Honvédség képes lesz-e mondjuk azt mondani, amikor Adolf Hitler azt mondja, hogy Kolozsvár akkor ismét Romániáé, azt mondja, hogy ezt lehet, hogy mondja Adolf Hitler, de mi megmutatjuk, hogy nem úgy lesz. Nem tartom valószínűleg. Tehát nyilván az én véleményem szerint ez volt az a döntő ok, ami Magyarországot a háború útjára lökte. De azt is hozzá kell tenni, hogy a minisztertanács ülésen, amikor a támadást követően a kormányzó már az én meglátásom szerint meghozza a döntését, hogy vissza kell csapni, és ehhez neki a törvények megadják a lehetőséget. A minisztertanács ülésén Bárdosi László miniszterelnök külügyminiszter azt mondja, hogy kéretik a honvédelmi miniszterről, hogy limitált erők vétessenek igénybe. Tehát, hogy úgy fogalmazzak, Magyarország lehetőség szerint jelképes erőkkel, vagy jelképesen vegyen részt ebbe a háborúba, és ne valami hatalmas erővel. És 1941. júniusának végén valóban egy a későbbiekhez viszonyítva, vagy a háború egészhez viszonyítva kisebb létszámú erő vesz részt a hadműveletekben, az úgynevezett Kárpát-csoport, amelyben benne foglaltatik a Magyar Honvédség akkori legkorszerűbb seregteste, a gyorshadtest, ahol vannak páncélosok és gépkocsin szállított lövész alakulatot, gépkocsizó dandár, lovas alakulatok, és
kiderül a harcok kezdetén már, vagy az elején, hogy ez az általunk és a Magyar Királyi Honvédségben legjobbnak, legkorszerűnek tekintett seregtest sincs összevethető viszonyban a német erőkkel, illetve részben a szovjettel, bár hozzá kell tenni, hogy a szovjet vörös hadsereg alakulatai sem olyanok 41-ben, mint 44-ben és 45-ben, tehát a felszerelésük, a kiképzésük és így tovább még nem ugyanaz. Minden esetre elég gyorsan kiderül, hogy ez a kombinált seregtest, amelyikben vannak a gyorsan mozgók, és ott vannak a, hogy így mondjam, az egyszerűbbek, a gyalog vagy a lábonjárók, ezek együtt nem mehetnek, ketté választják, a gyorsabb test részt vesz a német előnyomulásban, a többiek pedig maradnak vissza megszálló feladatokat ellátni, vasútvonal ellenőrzés, útvonal ellenőrzés, biztosítás, és így tovább. És miután Wertheriket túlzottan háborúpártinak tartják, vannak, akik német barátnak nevezik, de nem a barátság kérdésről van itt szó, hanem arról, hogy miként látja az ország kezdetét. Fölváltják 41. szeptemberében, 4-én fölmentik, 6-án kinevezik Szombathelyi Ferencet, akinek az a véleménye, és már utaltam erre, hogy a magyar erőket lehetőség szerint megtartani, koncentrálni a háború végére a katonai erőt, hogy akkor tudjunk erőt képezni, és a román kérdést megoldjuk, mert Magyarország úgy érezte, hogy a második bécsi döntéssel Erdély ugye nem zárult le, és ez volt ugye egy nagyon fontos kérdés. És sikerül elérni 41-ben azt, novembere körül, hogy a magyar alakulatok egy részét kivonják a Szovjetunió területéről. Megint utalok arra, aki nézeget néha az interneten, fönt vannak a korabeli híradók, miként jönnek vissza és fogadják őket ünnepélyesen Nyíregyházán az egyik huszárezredet, és így tovább. De itt egy óriási változás következik be, ami a magyar helyzetet is meghatározza. 41 decemberének elején a szovjet vörös hadsereg megállítja az előre nyomuló németeket Moszkva előterében, mitől visszaveti őket, és a sokat emlegetett villámháború, amely már nem volt annyira villámháború azért decemberig, mint a francia hadművelet, egyértelmű kudarcot vallott, és rá kellett döbbenni arra, hogy Németországnak a katonai ereje és minden egyéb potenciálja, gazdasági és így tovább, nem olyan, hogy egyedül ezt megnyeresse, fölértékelődik a fegyvertárs országok helyzete, ezen belül Magyarországé is, és 1941. decemberében a külügyminiszter, majd 42. januárjában a német véderő főparancsnokság vezetője, Keitel tábornagy jelenik meg Budapesten, és Keitel a teljes magyar haderőnek a szovjet frontra való küldését, kiszállítását követeli, amely teljesen meglepi a magyar katonai és a politikai vezetést, mert erről nem volt szó. Ők ilyen ígéretet nem tettek Ribbentropnak sem, és nagyon kemény hangú viták zajlanak Szombathelyi Ferenc és Keitel között, hogy mennyit, hogyan és miként adjon Magyarország. Végül születik egy megállapodás, hogy 9 dandár, egy páncélos hadosztály és egy repülőcsoport adatik a németeknek azzal a feltétellel vagy kívánsággal, hogy Németország a nehéz fegyverzetet és elsősorban a páncélos hadosztály felszerelését biztosítja. Mert Magyarország még nincs abban a helyzetben, ahogy Szombathelyi Ferenc érvel a tárgyalásokon, azt mondja, a Magyar Királyi Honvédség szélességében és nem mélységében van megszervezve, a Magyar Honvédség 1944 elejére közepére lesz abban az állapotban, amely elvárható egy középhatalomtól, vagy egy középhatalom haderejétől, és ehhez úgymond békés építkezés és nem a háború való nagyon aktív részvétel van, de ezt nem sikerül érvényesíteni, és akkor megszületik ez a bizonyos döntés, és akkor jön létre az a már egyébként létező, de a frontra kiküldésében más összetételű második hadsereg, amelyet olyan sokat szoktunk emlegetni, és ez az az első időszak, amikor Magyarország tényleg olyan jelentősebb hadműveletbe kényszerül, vagy a Magyar Királyi Honvédség, amely legalábbis a mi történelmünkben meghatározónak tűnik. A nagy világháború történetében ez csak egy részkérdés természetesen, de minden esetre egyrészt, mikor megszületik az fölajánlás vagy odaajánlás, nem lehet tudni, hogy mire használják fel a németek. A másik pedig nagyon szemléletes a vezérkar főnökének a parancsa 42. április 11-én, amikor arról, hogy milyen az anyagi kiképzés és egyéb felszerelése ennek a hadseregnek, azt mondja, hogy elláttuk mindazzal ezt a hadsereget, amely előírás szerint van, többet adtunk, mint amely az előírás szerint kell, mert mindent, ami az akkori hadfelszerelésből úgymond hadrafogható volt, és a legjobbot megkapta a hadsereg. Ezzel kapcsolatban vannak persze más vélekedések, főleg az 50-es, 60-as évekből, de ami akkor rendelkezésre állt, azt biztosították. A másik pedig, amely nagyon lényeges megítélésem szerint, azt mondja, a háború sajnos nem jár áldozatok nélkül, de kötelességévé teszem minden parancsnoknak, hogy takarékoskodjék a magyar vérrel. Mert nem azért megyünk a háborúba, hogy hősi halottakat, bocsánat ezért a szóért, ezt én mondom, kreáljunk vagy legyenek. Anélkül tudjuk, hogy a háború mivel járhat,
hiszen az első világháború is, és minden háború jó példát adott erre. Ennek a szellemnek, vagy ennek a jegyében küldik ki ezt a hadsereget úgy, hogy nem tudják, hogy a németek mire kívánják felhasználni. Az a magyar remény, így fogalmazok, hogy remény, hogy majd megszálló feladatok lesznek az elfoglalt területeken, némi kis partizánharc, vasútbiztosítás, katonai közigazgatás működtetése, az elfoglalt területen működő, hogy mondjam, kolhozokból kialakított mezőgazdasági területeknek a védelme, és így tovább, de kiderül, hogy nem, hanem németek nagy nyári támadásában vetik be ezt a hadsereget is, amelynek katonái részben több száz kilométeres vasúti szállítás után és több száz kilométeres gyalogmenet után érnek ki a Don folyóhoz, amelyik a magyar hadtörténelembe és a történelembe bevonul, oda, ahol nem sikerül azokat a feladatokat végrehajtani maradéktól, amit megkapnak, mert van három hídfő a Don nyugati oldalán, amelyet a németek sem tudnak felszámolni, és a Magyar Honvédség alakulata is sem. Tehát Csücse, Korotoják és Uriv megmaradnak, amelyek majd egy 43-as nagy támadásnak az alapját képezik. És amikor arról beszélnek, vagy arról beszélünk, hogy van ez a honvédség, és annak ott lévő a hadseregnek a parancsnokai, különböző szintű parancsnokai mit láttak, vagy mit tudtak, akkor nem az a válasz, hogy ezek ugye pocsékolták a magyar vért, és nem foglalkoztak semmivel. Ha valaki megnézi a korabeli jelentéseket, vagy megnézi Nagy Vilmos honvédelmi miniszternek a szemleútját, Szombathelyi Ferencnek, a honvédvezérkarnak a szemleútját, Jáninak a velük folytatott tárgyalásokat, elmondja, hogy nem tud felelősséget vállalni a hadseregért, mert 200 ezer emberrel 200 kilométeres arcvonalat védeni képtelenség. Nagy Vilmosnak még azt is mondja, hogy jelentse meg főméltóság úrnak, hogy kéri a fölmentését. Nagy és Jáni egyébként nagyon jó viszonyban vannak. Ludovikán évfolyamtársak, a bécsi hadiskolán évfolyamtársak. Jáni ugyan nem erdélyi születésű, ellentétben Paradi Nagy Vilmossal, de a nagyváradi honvéd gyalogezredben is szolgált, és így tovább. Tehát, hogy mondjam, személyes barátság fűzi őket. És Jáni kérését Nagy Vilmos elősen meri terjeszteni a kormányzónak, hogy Jáni fölmentését kérje. És fegyelmezett katonaként, miután nem mentik föl, vállalja továbbra is a haderő, a második hadseregnek a vezetését, amelybe, ha belegondolunk, ugye úgy szokták írni, hogy fátyolszerűen védhette csak azt a Don vonalát, hiszen ugye arra, hogy valaki az első vonalba harcoljon, egy katona, ahhoz kell két-három másik, aki mögötte van, főz, beteg, szállító, és így tovább. Ha ezt így veszünk, és veszünk egy ideális állapot, bocsánat, egy minimális állapotot, hogy egy harcolóra kell, hogy kettő jusson, akkor 60 ezeren vannak az első vonalban, akik 200 kilométert próbálnak védeni. Jó lehet, vannak olyan területek, persze, ahol úgymond nem kell ott lenni, mert olyan mocsaras vagy valami, nem jönnek át, bár a fagynál ugye ez megint egy másik kérdés. És ez a 200 ezer fős haderő próbálja meg föltartóztatni azt a szovjet vörös hadsereget, amelynek a ide csoport és a csapatai erői sokkal jelentősebbek, és 1943-ban ugye a Doni csataként vonul be a magyar történelembe, ahol ez a haderő, ez a hadsereg próbálja meg föltartóztatni őket. Nagyon súlyos harcokat vívnak, súlyos veszteségekkel, de szerencsére nem annyival, amennyit mondani szoktak, mert 1943. januárja, februárjában, illetve április 10-e körül van egy kimutatás, az akkor meglévő közel 200 ezer főből mintegy 42 ezeren esnek el hősi halottként, vagy tűnnek el, és nem tudni róluk. 28 ezer néhány százan kerülnek haza sebesülten a hátországba, és a különbség a szovjet rádió híradása szerint mintegy 26 ezer fő kerül hadifogságba. Azok, akik hadifogságba kerültek 43 elején, azok közül 43 végét nagyon kevesen élték meg. Star Tamásnak vannak azt hiszem olyan adatai szovjet levéltárból, hogy talán 21 ezer magyar hadifogoly van március körül, és azt hiszem szeptemberben 5 ezer. Ez a túlélés lehetősége a hadifogságba, és az ajánlás arra, hogy hát szöksz, akkor mennyire érdemes és jó itt maradni. Most ez az egyik legjelentősebb hadműveletben való részvétel a Magyar Királyi Honvédségnek a II. Világháború időszakában. Ezt követően a honvédség, illetve a kint lévők egy részét hazahozzák, megszálló alakulatok maradnak, és utána igazán, én így fogalmaznék önöknek, igazán nagy hadműveletbe vagy csatába a Magyar Honvédség alakult, amelyek nem önállóan működnek soha. Fegyveres, hogy mondjam, egy fegyvertársi rendszerben, egy szövetségesi rendszerben harcolnak, háborúznak, ahol a parancsnokok általában a németek alárendelt szerepük van. Ez mindenütt így van. A szövetségesi háborúban mindig a nagy mondja meg, hogy mit csinál a kicsi, és osztják be. Önálló döntéseket, főleg hadműveleti kérdésekben nem hozhatnak. Harcászati szinten igen, hogy egy zászlóját hova vagy merre mozgatnak, de egyébként nem. És utána igazi nagy harcai a Magyar Honvédségnek 1944
elején vannak tavaszán, illetve nyarán a Kárpátok előterében az északi Kárpátoknál, a másik pedig Erdély területén, ugye egyrészt Arad környékén, a másik pedig, amit ki szoktunk emelni, Torda környékén, a Kolozsvár környéki harcokba, ahol az akkori magyar honvédség alakulatai elsősorban a rohamtűzérek, ha szabad így mondani, nagyon szép teljesítményt nyújtanak és nagyon komoly eredményt mutatnak föl, és utána pedig ott van az utolsó igazán jelentős, ami hadművelet, illetve ostrom, Budapest ostroma 1944. december 24-én bezárul a gyűrű, és 45. február 13-án fejeződik be Budapest ostroma, és esik el a város. Egyesek szerint felszabadították, mások szerint felszabadult magától, mások szerint meg megszabadították az ott lévőket az értékeiktől. Tehát azt hiszem, hogy az utóbbiban nagyobb igazság van, mint az első kettőben. Azt is hozzá kell egyébként tenni, hogy akik erről vitatkoznak, és mindenkinek jogában áll szerintem eldönteni, hogy miként látja, azért arra fölhívom a figyelmet, hogy Varsó bevételért, amikor osztották az emlékérmeket a szovjet katonáknak, azt írták rá, hogy Varsó felszabadításáért, a budapestiért osztogatott emlékérek meg azt írták rá, hogy Budapest elfoglalásáért. Hát akkor én ne akarjam felülbírálni Sztálint, hogy ezt így látta. Úgyhogy körülbelül ez az a vonulat, ami a magyar honvédség második világháborús szereplését jelentés érti, és én azt kell mondanom, hogy az én meglátásom szerint ez a honvédség a 38-ban indult fejlesztése, amikor érdemi fejlesztésről beszélünk, az akkori fejlesztést figyelembe véve nagyon komoly katonai teljesítményt nyújtott. Ez nem volt elegendő ahhoz, hogy háborút nyerjen, de ahogy írta valaki egyszer egy emlékiratában, nem a háborúra gondolt konkrétan, de azt mondta, hogy vesztes háborúk, megnyert csaták. Én azt gondolom, hogy a 20. században és a II. Világháborúban voltak megnyert csatái a Magyar Királyi Honvédség különböző alakulatainak, és volt egy háború, amit elveszítettünk, és az elején erre utaltam, hogy akármeddig jutok el, és akármit mondom, higgyék el, hogy a győzelem nem jön ki belőle. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!